Pirotechnikai eszközök a pályán a PMFC Dabas NB3-as labdarúgó mérkőzésen tavaly májusban. A találkozó 92. percében a játékvezető a partjelző jelzésére Lesz címén érvénytelenítette a pécsi csapat gólját. Ez váltotta ki az indulatokat a szurkolókból, akik a lelátóról a játéktérre is bejutottak, és az öltözők felé vették az utat, hogy számon kérjék a bírói ítéletet. Ekkor azonban a biztonsági őrök őket visszatartották. Ezután a szurkolói csoport kivonult a pályáról, és most a hátsó bejáraton próbált bejutni az öltözőbe. Azonban szintén ez nem sikerült, ugyanis a biztonsági őrök őket visszatartották. Időközben megjelentek a rendőrök is, felszólították a szurkolókat a rendbontás abbahagyására, ekkor azonban néhányuk az érkező autókat, rendőrautókat rongálták meg. Mint ahogy a felvételen is látszik, egyikük például a rendőrautó motorház tetejére ugrott fel, társai pedig megrugdosták az autókat. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. A 15 elkövetőnek a cselekmények különböző bűncselekmények megvalósítására alkalmas, többek között csoportosan elkövetett garázdaságnak a megállapítására, rendbontás, rongálás bűncselekményére is. Az ügyészség különböző indítványokat tett a büntetés tekintetében. Volt, amely elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztés, volt, akinél pénzbüntetés az indítvány, azonban valamennyi elkövető vonatkozásában az ügyészség indítványozta a sportrendezvénytől való eltiltást és a bíróság által. Egyébként a pécsi csapatnak a magasabb osztályba való feljutáshoz mindenképpen győznie kellett volna az egy évvel ezelőtti meccsen. Ez nem sikerült a játékvezető döntése után.